Hello! Acsá! Szevasztok, gyerekek! Hát akkor essünk neki a dolognak. Rendhagyó videóval érkeztem hozzátok, mivel nagyon zavarba vagyok. Ferike haverom küldött nekem egy csomagot. Beszéljünk igazából, hogy mi is a történet ennek a csomagnak. Egyik héten Ferike barátom, haverom rám írt, hogy küldött egy képet egy papucsról, meg megkérdezte, hogy hányas lábom van. Labom? Mert ő kapta ezt a papucsot, csak ő neki nem jó, és kérdezte, hogy esetleg nekem nem kell. Én megmondtam, hogy hát jöhet. Ja, és közben kitaláltam, hogy ha már egyszer küld nekem egy papucsot, akkor szeretne mást is küldeni, mi ebben a dobozban benne van. Nagyon sokáig húzta az agyam. Nagyon sokat nevetett rajta, hogy vajon mi lesz benne. Igazából még olyanra is célzott, hogy egy guminő. Vagy lehet, hogy azt én képzeltem be. Ja, szerintem azt én képzeltem be. Nagyon izgatott vagyok. Nem merem kibontani. Nagyon sokat vártam erre, meg eléggé nehéz volt megszervezni, mivel nálunk nincs posta, hanem mobilposta. És a mobilpostának az a hátránya, hogy ha nem vagy itthol, akkor nem hagyják itt a csomagot, úgyhogy nehéz volt. Köszi Szilvi, hogy segítettél ebben. Hoztam ide szerszámokat is, nézzétek! Azt terveztem, hogy nem lesz megvágva ez a videó, de biztos vagyok benne, hogy így végig röhögök meg minden, úgyhogy lesz vágás. Meg már volt is. Na de essünk neki! Rohadt kíváncsi vagyok. Remélem, hogy 18 év alattiak is láthatják, hogy mi van benne. Megnézem, hogy megy a kamera, mert történelmi pillanat. Na, jól van. Oké. Megy a kamera. Izgulok. Még mindig jól be van csomagolva. Jaj, basz. Azt mondta, hogy nagyon meg fogok lepődni, hát én nekem már most így egekbe a vérnyomásom, gondolom így látszik. Szerintem ő a papucs. Egyébként nem Fila, hanem Nike. De most megnézzük, sorba mindent. Igen, egyébként ő. Ők a papucsok. Én ennek is nagyon örülök egyébként, sőt, picit rosszul is érzem magam, hogyha valaki költ rám, de ez tök így vagyok vele. Mármint, hogyha még ha rokon meg bármi ilyen családtag költ, akkor is mindig ilyen feszélyezve érzem magam. De egyébként nagyon szépen köszi, ennek is tök örültem volna, de rohadt kíváncsi vagyok, hogy mi lesz benne. Hoppa! Egy. Ez egy rallis kulcstartó. A Ferikéről azt kell tudni, hogy ilyen nagy rallibuzi. De ráadásul még olyan rallibuzi, hogy szerintem nem igazán VRC, hanem inkább ilyen Lada, meg ilyen magyar, meg ilyen. Szokott rallira járni, köszönöm szépen. De szerintem ez a kicsi dolog, mert mondta, hogy van benne kettő nagy meglepetés, és egy darab kicsi. Úgyhogy menjünk. Köszi szépen. Baza. Nem tudom, mi ez. Ez mi? Ezt úgy rendelte, képzeljétek. Pénzt adott ezért. Pénzt adott azért, hogy elküldje nekem. Én komolyan, én nagyon zavarba vagyok. Biztos látszik rajtam, meg ilyen furcsán viselkedek, de rohadt zavarba vagyok. Mielőtt kinyitom, megnézem, hogy megy a kamera.
Én egyébként sejtem, hogy mi ez. Basszus, hova írjam le? Belekarcolom ebbe a dobozba. Jó, de ne tököljünk, nézzük meg, hogy mi az. És rózsaszín. Amúgy Ferike, halál komolyan, én ma mondtam neked, hogy én pontosan tudom, hogy mi az, és én ezt valahogy nem tudom miért, de megéreztem. És most, mivel már tudom, hogy meg sejtettem is, hogy miért kell magyarázkodnom a nézőknek, hogy miért kapom ezt. Ez gyerekek, ez nem más. Az a rendes erebegek. És ezért mondtam, hogy műanyag, vagy alumínium, azért nincs súlya. Ugye tudod, hogy poénkodtunk ezen. Ja, és várjál, belekarcoltam ide. Megnézem, hogy látszik-e a kamerába. Na, tudtam, vagy nem tudtam? Mind a gyerekek. Ez gyerekek, ez nem más. Egyébként akartam egy ilyet. Mindenképpen. De szerintem Ferike is tudta, és nagyon szépen köszönöm neki. Ez a még nem létező autómnak a legelső alkatrésze. Még nem, nincs belőle semmi, még nem létezik az autó sem. Körülbelül egy éve gyűjtök rá, hogy meg tudjam venni az első ladámat. Igen. Még kicsit körvonalozódik, hogy miért akarok, de valószínűleg egy 2101-es 1002-es lesz. És ez még egy motiváció, hogy ne adjam fel, hogy meglegyen. És nagyon szépen köszönöm neki. Na, még a végén itt ebbőgöm magam. Komolyan, köszönöm szépen. Ez az legelső dolog lesz, hogy ezt beszereljük a ladába, ugye? Ugye ez így ki van furva. És ugye itt az imbusz csavarokkal tudod meghúzni is. De azért a rózsaszín az kellett. Ugye? A rózsaszín az kellett. Köszönöm szépen. De nem kellett volna egyébként. Mármint így, én nagyon örülök neki, de nem kell volna pénzt adni, de ez még egy motiváció, hogy nem szabad feladnom. Egyébként annyit még elmondanék, hogy ez decemberben fogjuk körülbelül megvenni ezt a ladát, és rengeteg videó fog készülni róla. Olyan, mint garázs videó is, meg krúzolós, meg tervezek nagyon nagy dolgokat vele, ilyen különböző ilyen országjáró road trippeket, meg ilyesmiket. Nagyon szépen köszi. Rohadt jó egyébként. Ez nagyon jó. Ez. Köszönöm szépen. Ezzel fogok aludni. Megnézzük, mert még van egy. De az meg, ez egy könyv. Ó, bázom, meg komolyan mondom. Ezt hogy becsomagoltad? Hogy van becsomagolva ez? Ezt ki sem mondtam most, amúgy sem vagyok rá nagyon képes. Egyébként ez egy ilyen könyv, egy ilyen kurva régi. Egy ilyen zsigulis könyv. Megmutatom, srácok.
Köszönöm szépen. Na jó van. Köszi szépen. Na, elbúcsúzok. Jók legyetek. Csá.